Farkasházi Benedek és a Hócipő, egész pontosan rögtön a Hócipő címlapja. Jó reggelt kívánok! Nézzük azt a címlapot, és miért pont ez a címlap? Miért menjen vissza Angela Merkel az NDK-ba? Hát Angela Merkel a nyugati világ egyetlen olyan vezetője, aki keleten nőtt fel. Tehát ő az NDK-ban született és élt, amíg a fal le nem omlott. Ő az egyetlen a nyugati világ vezetői közül, aki pontosan tudhatja, hogy milyen az élet egy olyan országban, ahol az állam, lehet, hogy kicsit durván fogalmazok, de totális uralomra tör a polgárjai fölött. Ővé legyen az összes cég, vállalat, ő adja a munkát, ő határozza meg mindenkinek mindennapjait a legapróbb részletekre menően. Semmit nem érünk finomkodással, a Hócipő nem egy kremlinológus lap, hogy hangsúlyokat elemezzen, neki erre egy szava nem volt. A sajtótájékoztatójukon a Frankfurter Allgemeine Zeitung újságírója kérdezte az illiberális államfelfogásra, amire ő egy elég kitérő választ adott. De akkor én jól értem, akkor itt most, amit a címlapon látunk, az nem egyfajta szójáték, hogy mit üzenne Orbán Viktor Angela Merkelnek, ez a Hócipő szerkesztőségének üzenete Angela Merkel felé, vagy álláspontja. Ha ide jön 3 órát tárgyalni, és ebből a 3 órából 1 perc 20 másodpercet tölt ezzel a témával, és 2 óra 58 percet az ukrán válsággal és esetleg a Szirizával foglalkozik, és nincs erre egy szava sem, ha olyan jól érezi magát egy ilyen világban, akkor éljen, éljen az NDK-ban. Szerintem, hogy Orbán Viktorral mi zajlott, amikor ők kettesben voltak. Szijjártó Péter azt mondta, hogy 1 perc 20 másodpercet foglalkoztak a liberális államfelfogással. Szijjártó Péter már mondott olyat, amiről kiderült, hogy nem szó szerint kellett érteni. Itt is látszik, de egy mondatot még hadd mondjak, hogy nem biztos, és ezt a vitát tényleg nem is érdemes megnyitnunk, csak valahogy reagálni kell, úgy érzem. Nem biztos, hogy neki kell megoldani a mi életünket. Tehát Angela Merkel nem azért jött ide, ezzel maximálisan egyetértek, de azt nagyon nehéz megélni, hogy egyetlen egy komoly szava sincsen a magyarországi közállapotokra. Hát utalásai voltak. Felsorolta a különböző egyébként vitatott pontokat. Tehát ugye hallottunk a médiaszabadságáról, a civil mozgalmakról, valamit mondott. Hát ő elmondta, hogy nagyon fontos a nagyon fontos, és figyeljünk a figyeljünkre, és egyébként is az egyébként is. Tehát körülbelül ilyen szinten foglalkozott ezzel a dolgokkal. Viszont nem mondott semmi olyat, amit utána mondtak, tehát hogy jön a BMW, meg nem tudom ki mindenki, ezeket mind nem hallottuk utóbb. Csak ezek értesülések és szivárogtatások majd, ha megerősítik őket. Na, erre volt kíváncsi, hogy Orbán Viktor Putyinnak is kezet csókola. Biztos? Biztos erre volt Angela Merkel kíváncsi? Hát a következőképpen láthatjuk, amint szemet húny. Többek között a fölött is, hogy az EU pénzek azok hogy tűnnek el. De az látszik, Angela Merkel félálomban van, de Orbán Viktor konkrétan bealudt. Ezen a képen legalábbis. Mi finomabbak vagyunk, mi csak úgy gondoljuk, hogy szemet hunynak bizonyos dolgok fölött. Ez az a pillanat, amikor egy konzervatív politikus a liberális internacionália volt alelnökére tekint, miközben az éppen a liberális demokráciát tagadja. Ez Merkel az, hogy megdöbbent arca. Ezt követően pedig elment Áder Jánoshoz, Kleine Fische, Gute Fische, azaz kishal, jóhal, fotóznak, mutasson nagyobbat, véletlenül fontos halászati kérdésekről tárgyaltak egymással. Tivadar megpróbált jegyet vásárolni az Operaház királyi páholyába, sajnos úgy állított be a pénztárba, hogy se rokona, se ismerőse nem vagyok senkinek, de azért megkérdezte, hogy a jachtot, amivel érkezett, az hol parkolhatja le. Hát, semmi? Nem kapott jegyet? Az újságban elolvashatják, hogy hát mondjuk az a kapott kép, ami ott látszott a disznóság felirat fölött, azért az mutatja azt, hogy üres kézzel távozott. Ez a rajz Fenekovács László rajzolónk véleménye, aki lerajzolta, hogy mi is történik tulajdonképpen Budapesten. Ha valaki nem ismerné fel, ez Merkel asszony hátról és Putyin. Csak elképzelni tudtuk, felismerni talán Merkel asszony hátulról kevésbé. Ezeken a képeken az ember, aki soha nem piszkolja be a kezét, hiszen bizonyos számára kellemetlen parlamenti zárószavazásokon sem szokott részt venni, ellenben meglehetősen kesztyűs kézzel bánik a német cégekkel, ez egyébként a Mercedes gyárban készült. Mint látható az emblémából. Heller Ágnes a parlament előtti tüntetés színpada mögött, amint interjút ad,
Nekünk nagyon tetszett az a mondat, hogy követeljük a törvény elé kerülés egyenlőségét. És ugye elég sokat vesézték, hogy udvariatlanság volt-e, vagy diplomáciai protokoll hiba volt, hogy nem volt ott az EU zászló Merkel asszony és Orbán Viktor között közös sajtótájékoztatójukon. Ugye ezekre a kérdésekre azt a választ kapták, hogy fel sem merült. Hát az előzőképpen láthattuk, hogy Bokros Lajos ezt hogy oldotta meg. Eltáncolta. Igen. Amíg a baloldali képre hívnám fel a figyelmet, amíg Orbán Viktorról akár 100 ilyen fotó is készül egy évben, addig Gyurcsány Ferencről maximum 1 vagy 2. Melyik ilyen nyelves? Igen. Értem. És akkor még van képünk? Van képünk, még 2 hoztam. Nézzük azt is. Itt méregdrága Louis Vuitton busfó maszkok láthatók a mohácsi piacról, hiszen újra divatba jön a habonyolás. Mi helyszínnek az üres belvárosi piacot javasoljuk a Hold utcában, amit ugye tanyafejlesztési pénzekből... Ez egy habonymaszk? Vagy 2 rögtön? Rögtön 2, és labzártánkor a Seychelles-szigeteken látták Orbán Viktor és Juncker kettősét összeragadva. Olvastuk, hogy valaki úgy gondolja, hogy egyiküknek talán enyves volt a keze. Köszönjük szépen, az összes többit a hócipőben találják. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.